Sziasztok! Ez itt az Access Point Kft. Vlog első adása. Ebben a részben bemutatjuk a Xiaomi Alpha Plus 2 2+0-ás rendszerét. Az Alpha Plus 2 a többi gyártótól abban tér el, hogy lényegesen nagyobb kimenő teljesítménnyel rendelkezik, és sokkal jobb vételi érzékenységgel, mint a többi konkurens gyártó, és sokkal nagyobb modulációra is képes. A szoftveres képességét tekintve lényegesen több beállítási lehetőség van, mint a konkurens rádióknál, viszont ezeknek a beállítása lényegesen nehezebb is. A Xiaomi Alpha Plus 2 egy olyan licenszelt mikrohullámú eszköz, ami 2 darab optikai interfésszel, 2 darab rezes interfésszel és 2 darab rádiós interfésszel rendelkezik. És ezért lehetőség nyílik 1+1 vagy 2.0-es működésre is. Az 1+1-es működés azt jelenti, hogy az egyik rádió az csak tartalék rádióként viselkedik, abban az esetben, hogyha az elsődleges rádió működésében valami gond adódna. A 2+0-es működés azt jelenti, hogy a kettő rádió agregálva működik, és a teljesítményük összeadódik. A hagyományos megoldás során a 2+0-es működést úgy valósítják meg, hogy kettő különálló berendezést szerelnek fel. A Xiaomi esetén elegendő egy darab kültéri eszköz felszerelni, mivel 2 darab rádiós interfésszel rendelkezik. Ez a 2 darab rádiós interfésznél az egyik horizontális, míg a másik vertikális polárban működik, és frekvenciában adott esetben eltérhetünk egymástól, tehát használhatjuk ugyanazt a frekvenciát is, vagy két különböző frekvenciát is. Az Alpha Plus 2 berendezés maximum 4096 QAM-et támogat, ez azt jelenti, hogy 1024 megabitet képes átvinni egy irányba. Amiért ez egy duplex rádió, ezért ez 1024 megabit duplexként értelmezhető, és amiért kettő rádiós interfész van benne, ezért 2048 megabit duplex kapacitásra képes az eszköz. Úgy kell elképzelni, mintha egy switch lenne, aminek van kettő rezes portja, kettő optikai és kettő rádiós portja. Ezeket teljesen szabadon tudjuk konfigurálni, csak a switchnek az egyik interfésze rádiós interfész. A következő részben megismerkedhetünk a Xiaomi Alpha Plus 2 részletes beállításaival, és megismerhettek egy érdekes esetet az egyik partnerünkről. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ha bármilyen kérdésetek van, keressetek minket bátran. Sziasztok!